Tolna vármegyei jogász napszexárdon. Az eseményen számos jogászi hivatás rendből érkeztek előadók és vendégek, akik közösen egy tartalmas szakmai rendezvényen vettek részt. Ez egy ünnep valamennyiünk számára, és én azt gondolom, hogy színvonal a szakmai előadásokkal tudjuk ezt az ünnepet még magasztosabbá tenni a saját számunkra. Tulajdonképpen mindenki talál az érdeklődésének megfelelő előadást a mai napon is. Én azt gondolom, rendkívül jó előadások lesznek, én ismerem az előadásoknak a témáit, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy akik ma eljöttek, azok nagyon jó előadásokat fognak hallani. A szakmai napon részt vett Tuzson Bence, igazságügyi miniszter is. Előadásának témája többek között a jogásság társadalmi szerepének átalakulása volt, de az igazságügyi miniszter egyéb aktualitásokról, többek között a határvédelemről is beszélt. 2015-től kezdődően csak nem 800 milliárd forintnyi összeget fordítottunk határvédelemre a déli szakaszon, tehát a déli határaink megvédése érdekében, határzár felépítésével és annak folyamatos védelmével. Azt láthatjuk, hogy ennek persze az eredménye is nagyon jó, hiszen 2015-ben több százezer ember jött át, vagy próbált átjönni a magyar határon. Most ez a szám, ez alig több, mint 5000, tehát viszonylag kevés emberről van szó. Az igazságügyi miniszter azt mondja, a határokat továbbra is meg kell védeni. Ha európai határokat védünk, akkor ez ne csak a magyar emberek költségén legyen, hanem bizony az Európai Unió költségén is. Van ennek alapja, mert az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80. cikke tartalmaz rendelkezést a határvédelemmel kapcsolatban, és arról is, hogy bizony itt az európai szolidaritásnak elsődleges szerepe kell, hogy legyen, a pénz elosztás tekintetében is. Nos, ez a valóságban nem valósul meg, ezt viszont Magyarországnak érvényesíteni kell, és ezért nemzetközi jogászoknak a bevonásával pert fogunk indítani az Európai Bizottság ellen, fizessék ki Magyarországnak azt, ami jár. Balogh János országos rendőrfőkapitány úgy fogalmazott, sok munka és erőfeszítés áll a magyar rendőrség eredményei mögött. A kiberbűncselekmények esetében úgy gondolom, hogy sikerült bemutatnom azokat az eredményeket, amit az elmúlt másfél évben a magyar rendőrség elért. Ennek látható eredményei vannak a trendekben, a bűnelkövetők számában és a megőrzött vagy visszaszerzett pénzek mennyiségében. Ez azonban soha nem fogja helyettesíteni az emberek öntudatosságát, biztonságtudatosságát, óvatosságát. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánja a mesterséges intelligenciáról, digitalizációs versenyképességről számolt be. A mesterséges intelligencia és a digitalizáció vonatkozásában mi a jog szerepe? Egyáltalán hol van a jog szerepe és mi a jog szerepe? A jognak olyan szabályozóként kell-e megjelenni, ami korlátozó, bekorlátozó, avagy olyan szabályozóként kell megjelenni, ami támogató, értve az alatt, hogy az innovációt, a fejlesztéseket támogatja. Én ez utóbbi pártján vagyok e vonatkozásban. A jogásznapot megelőzően a Vármegye házán a Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnökségi ülését is megtartották.